Meglepetést okoztak a képviselőházi választások Csehországban. Az előzetes felmérésekkel szemben a SPOLU, vagyis Együtt elnevezési koalíció győzelmét hozták. A cseh miniszterelnök mozgalma az ANO a második helyen végzett. Andrej Babiš elismerte vereségét, ugyanakkor nem zárta ki, hogy a köztársasági elnöktől ő kap kormányalakítási megbízást. Ebben az esetben pedig koalíciós tárgyalásokba kezd. A részletekért Bartal Tímeához kapcsolunk Prágába. Nos, miért számíthat arra Andrej Babiš, hogy ő kap kormányalakítási megbízást Miloš Zeman államfőtől? Jó reggelt kívánok! Miloš Zeman, cseh köztársasági elnök még a választások előtt kijelentette azt, hogy annak a pártnak ad kormányalakítási megbízást, amelyik a legtöbb szavazatot szerzi a választásokon. És hát bármely furcsa is az eredmény, bár az első helyen a SPOLU, vagyis Együtt koalíció végzett, rögtön ott mögötte van az ANO párt, amelyik viszont párt, tehát a koalícióban a legerősebb pártnak 34 mandátuma van, míg Andrej Babiš az ANO mozgalmával 72 mandátumot szerzett a prágai törvényhozásban. Éppen ezért lehetséges az, és hát elemzők sem tudták eldönteni, hogy végül hogy történik ez, hogy Andrej Babiš kap kormányalakítási megbízást a cseh államfőtől. Szóval ez egyáltalán nem elképzelhetetlen teória jelenleg Csehországban. Éppen ezért egyébként Andrej Babiš tegnap este már bejelentette azt is, hogy ma fölkeresi a cseh államfőt, és tárgyalni fognak erről a lehetőségről. Amennyiben úgy dönt a cseh államfő, hogy nem a választásokat megnyert koalíció elnökének adja a kormányalakítási megbízást, akkor Andrej Babiš elfogadja azt, és megkezdi a koalíciós tárgyalásokat. Egyébként azt is bejelentette, hogy a fő cél, hogyha koalíciós tárgyalásokat elkezdi, az az, hogy éppen a választásokat megnyert koalíció elnökével, Petr Fialával kezdje meg a tárgyalásokat, tehát elképzelhető, hogy egy ANO és egy SPOLU koalíciós kormány alakulhat Csehországban. Mikor a várható, hogy új kormánya lesz Csehországnak? Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Az előrejelzések nagyon nehéz, bonyolult és hosszadalmas kormányalakítási tárgyalásokra számítanak, és egyébként az alapján, ahogy a helyzet áll Csehországban, ez a legelképzelhetőbb forgatókönyv is. Ugye az első helyen végzett SPOLU vagy Együtt koalíciónak az elnöke és a koalíciónak a tagja is bejelentették azt, hogy ők is szeretnék gyakorlatilag a kormányalakítási megbízást. Éppen ezért az elnökük szintén tárgyalást kezdeményez az államfővel, és azt kéri tőle, hogy amennyiben az első és a harmadik helyen végzett két koalíció, amely öt pártból áll, tudnának egyesülni, és meg lenne a többségük a cseh törvényhozásban, így ők is számon tartanák, vagy ők is igényt tartanának gyakorlatilag a kormányalakítási megbízás megkapására. Éppen ezért ők is kezdeményeznek egy tárgyalást a cseh köztársasági elnökkel. Ezzel ennek az a nehézsége gyakorlatilag, hogy tegnap ugyan már ők megállapodtak abban, hogy ezt így fogják kezdeményezni, egy memorandumot is aláírtak, amely arról szól, hogy egymással szeretnének kormányt alakítani Csehországban. A kérdés az, hogy itt öt pártról van szó, az öt párt teljesen különböző párt, tehát jobboldali, baloldali pártok is, vagy liberális és konzervatív pártok is vannak közöttük, ezért a programjuk sem sokban egyezik. Nagyon nehéz lesz ezt a programot összefésülni egységes kormányprogrammá, hogy ez sikerülhet-e nekik, mikor sikerülhet nekik, és hogy egyáltalán kapnak-e kormányalakítási megbízást, ez jelen pillanatban a cseh államfő múlik, úgyhogy teljesen kiszámíthatatlan, hogy meddig tart majd a kormányalakítás. Az előző kormány egyébként 8 hónap alatt alakult meg Csehországban, úgyhogy Andrej Babiš, jelenlegi miniszterelnök is úgy tartja, hogy nem sürgeti őket az idő, és van elég idejük arra, hogy megalakuljon akár a legjobb kormány Csehországban. Bartal Tímea, nagyon szépen köszönjük. Csehországban tehát ezek a legfrissebb információk a választásokkal kapcsolatban. A témán van még mit boncolgatni, ezt folytatja Tita Nilla vendégével. Így van, tovább elemezzük a következő percekben a lengyel helyzetet, most cseh helyzetet. Élőben kapcsoljuk Hola István történészt, V4-ek szakértőt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
Ugye rendkívül szoros eredmény született a cseh választáson, ugye az első és a második között alig fél százaléknyi a különbség, ugye teljesen pontosan még nem tudjuk, nem 100%-os a feldolgozottság. Hogyan értékeli a választások végeredményét? Olyan szempontból mindenképpen meglepő, hogy hát a közvéleménykutatók nem ezt az eredményt mérték, hanem egyértelműen Andrej Babis győzelmét jósolták, bár csak néhány százalékkal, de a győzelmét jósolták az összes közvéleménykutatásnál, tehát azért nincs könnyű dolga manapság a közvéleménykutatóknak előrejelezni ezeket a fajta választói mozgásokat, amik akár az utolsó napokban, hetekben átrajzolhatják a politikai térképet. Tehát ilyen szempontból mindenképpen egy meglepő eredmény született. Más szempontból bizonyos tendenciák látszottak. Korábban látszódott, hogy Andrej Babis koalíciós társai a 5%-os küszöbben mozognak, és várhatóan ki fognak esni a parlamentből, vagy nagy valószínűsége, és az is látszott, hogy ezek a Babis a szemben szövetkező jobb-közép-liberális pártszövetségek pedig jól fognak szerepelni, tehát ezek látszottak. Ugye itt felmerült az, hogy vajon az államfő kinek ad majd kormányalakítási megbízást. Előzetesen azt mondta, hogy annak a pártnak, aki a legtöbb szavazatot kapta, és ugye a tudósításban is hallottuk, valóban a legtöbb pártként a legtöbb szavazatot az Andrej Babis pártja kapta, de ugye a legtöbb szavazatot a pártszövetség kapta, ugye ez a bizonyos együtt, a Spolu. Vajon kinek fog az államfő kormányalakítási megbízást kapni? Elképzelhető, hogy mégis Babis kapja ezt meg? Hát nagyon jó kérdés, ez most izgalmas lesz. Igazából ez Zeman Babist erősítendő mondta, tehát Zeman elnök inkább azt lehet mondani, hogy Babishoz húz, tehát ez alapján azt lehet valószínűsíteni, hogy talán neki fogja adni a megbízást, de valójában azért a legerősebb pártszövetség, még úgy is mondjuk, hogy szövetség, de valójában a legerősebb lista, az nem az ő listája. És az a lista, amelyik a legerősebb lett, annak van egy nagyon konkrétan megnevezett miniszterelnök jelöltje. Tehát valójában én azt gondolom, az lenne a jogszerű, hogyha ő kapná, ez a jobb-közép koalíció kapná a kormány alakítási jogot, megbízást, nem beszélve arról, hogy sok fog azon múlni, hogy a két második helyen, a második, illetve harmadik helyen végzett jelenleg ellenzéki erő, akiknek együtt megvan az 50%-nál több mandátumuk a cseh parlamentben, ők ha együtt nagyon határozottan kiállnak, és éppen most már kezdtek valami sajtótájékoztatót tartani ma, tehát ők együtt kiállnak, hogy ők együtt szeretnének kormányozni, akkor azért Zemannak jóval kisebb a mozgástere, hogy Babisnak adja ezt a jogot. Sok múlik ezen, mert akinek adja a kormányalakítási jogot, az nagyon sokat tud taktikázni, időt húzni, tehát itt hallottuk itt az előző bejelentkezésben is, hogy hónapokig is elhúzódhat egy ilyen tárgyalás. Amennyiben a Spolu vezetésével alakul meg az új kormány Csehországban, hogy mire lehet számítani? Itt ugye mi érdekeltek vagyunk ebben olyan tekintetben, ugye a V4-ek együttműködése számunkra kiemelten fontos. Igen, nem hiszem, hogy komolyan kell tartani a visegrádi együttműködés megbomlását, hiszen már Szlovákiában is volt egy kormányváltás, és alapvetően a visegrádi együttműködésnek megvan a belső koherenciája. Nem biztos, hogy ilyen kombattáns módon Brüsszel ellenes retorikával lesz telítődve, és ez nem is biztos, hogy baj, megmondom őszintén. Tehát igazából azt gondolom, hogy ha a visegrádi együttműködés úgymond konszolidálódik, és megmarad a belső ereje, a közös programok, amik fontosak, Közép-Európának sok közös társadalmi ügye van, amit érdemes közösen intézni, de közben jó viszonyt tud ápolni Nyugat-Európával, vagy kiegyensúlyozottat, az elég fontos lenne. Tehát én nem féltem egy ilyen jobb-közép koalíciótól a visegrádi együttműködést. Nyilván a magyar-cseh jó viszony is megmaradhat a jövőben. Igen, nem hinném, hogy ezek a államközi viszonyok különösebben változnának. Azt látni kell, hogy Andrej Babis például kifejezetten rossz viszonyt ápolt Oroszországgal, meg Kínával. Ugye ilyen szempontból ezek a fajta bilaterális kapcsolatok szerintem nem változnak. A hazai politikai szcénának való üzenetek lehetnek erősek, hogyha látszik, hogy valamiféle olyan koalíció működik, ami egyszerre
mondjuk jobb közép, de közben nem EU ellenes, úgymond, vagy nincsen ilyen EU-szkeptikus retorikája. Egyébként ma a Visegrád együttműködésnek a legnehezebb tehertétele az a lengyel-cseh viszony, mert ott van egy komoly vita, és az nem is fog változni a kormányváltásra, ott van egy komoly államközi konfliktus jelenleg. Visszatérve arra, hogy vajon mi várható a cseh belpolitikában, itt, hogyha a SPOLU vezetésével alakul kormány, akkor ugye nekik találniuk kell maguk mellé koalíciós partnereket, mert ugye ennek a három pártnak egyelőre 27%-a van, 28%-a van körülbelül. Mondjuk egy 4-5 párti kormányt, azt mennyire lesz egyszerű egyben tartani Csehországban? Csehországban elég nagy hagyománya van az ilyen koalíciós kormányoknak. Egy 5 párti koalíció, én azt gondolom, működőképes lehet, mert valójában elég, hogy 4 pártból álljon, az 5-et csak azért vennék maguk mellé, mert a pártszövetségeknek az a kicsi párt is a része, a kalózpárt. És hallottuk, hogy programban távol állnak egymástól, valamilyen szempontból tényleg van komoly távolság a programok között, de sok a közös pont is. Tehát egy kicsit valahogy azt is lehet mondani, hogy Babis gyúrta őket egybe. Mert Babis annyira letámadta a politikai mezőnyt Csehországba, hogy az egyfelé terelte ezeket a politikai erőket, és van egy relatíve közös elképzelés, egy kiegyensúlyozott unióval fenntartott viszony, egy korrupció ellenes politika, ilyen irányokat próbálnának követni, és ez egy elég nagy közös platformot ad, bizonyos fajta decentralizáció az országon belül, és az államháztartásainak a rendbetétel. Tehát ezek lennének ilyen közös pontok, de hát nyilván koalíciós kormányzás egyenlő vitatkozós kormányzás, tehát ez erre azért számítani kell. A Csehországban ennek megvan a maga hagyománya, a csehek nem fognak meglepődni, hogyha ilyen rázós koalíciós tárgyalások vagy viták következnek majd. Andrej Babis azt mondta, hogy amennyiben ő kapna mégis kormányalakítási megbízást, akkor elsőként a SPOLU-t keresné meg. Van esélye egy úgymond nagy koalíciónak? Nagyon jó kérdés, de szerint, hát jelenleg azt mondom, ezekben a jóslásokban nagyon félve bocsátkozik benne az ember, de én jelenleg kevesebb esélyt látom, mert annyira úgy beszélt Babis is ezekről a pártokról, hogy ők mind ellene vannak, 5-1 ellen, így beszélt, hogy ő ez az 5 párt összefogott ellene, tehát a választási kampányban mondom kicsit, ő maga is összegyúrta ezeket az erőket egy irányba, úgyhogy, és a másik az, hogy a végig kellett nézni most a szlovák, vagy a cseh politika életnek, hogy Babis a saját koalíciós társait, hát mondanám ledarálta a szavazóikat, megszerezte, a politikai stratégiájukat részben átvette, és ők ki is estek a parlamentből, mind a cseh kommunisták, mind a cseh szocdemek. Tehát szerintem félnek vele koalíciót kötni, és ebben lehetnek jogos félelmek is. Tehát szerintem nagyon nehéz lesz Babisnak valahogy becserkészni őket egy koalíciós partnernek. Kollai Istvánnak köszönjük szépen az elemzést. Én köszönöm.